Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek. Samstag, szombat. Sonntag, vasárnap. A pénteki nap itt látható. Ez a medve jelenti az erejét. Ezzel az erővel be tudja bizonyítani magát. Ez az erő. Lehet a belső erő is a hite, hogy ő hisz abban, hogy együtt ki tudtok építeni valamit, és lesz kommunikáció. Ez a medve lehet egy személy is, itt a környezetében, vagy a családban, valaki, aki parancsolgat neki. Ez lehet egy nő, ez lehet egy férfi is. De ő nevet ezeken a dolgokon, mert be tudja bizonyítani magát. A ház azt is jelentheti, hogy meglátogat téged, vagy szeretné azt, ha te látogatnád meg őt. Itt megvannak az alapok, hogy ki tudjatok építeni valamit. Ez lehet egy cég tervezése, ez lehet egy közös otthon. És itt van a könnyűség, a vidámság, a nevetés és a kommunikáció. Szombat itt középen látható. Lesz egy hír, útban van hozzád, vagy egy szerződés, vagy egy dokumentum. Itt ez a kártya jelenti a nyilvánosságot. Lehet egy meghívás, hiszen találkozni szeretne veled a nyilvánosságon. És itt a csillagok szerencsét hoznak. Vagy azt is jelenthetik a csillagok, hogy minden úgy történik, ahogy ez a csillagokban meg van írva, lesz egy jó hír, egy meghívás, és itt látható egy találkozás a nyilvánosságon. Vasárnap az itt látható ő. Mozgásba jön, közeledik hozzád. Itt az utak jelentik azt, hogy már útban van hozzád. Az utak jelenthetik a döntéseket is. Itt lesz egy új irány, egy közös döntés. És itt a lilium virág jelent tiszta érzelmeket, tiszta gondolatokat, vagy hogy tisztázódik valami. A lilium a Lenormand kártyáknál utalhat szexuális témákra is. Tehát itt nem barátilag közeledik hozzád, hanem keresi a testi kapcsolatod. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!